Kisasszony! Lexi kisasszony! Ez az én ernyőm, oké? Okay? Kicicó! Na, mondjad! Megnézheted, nem arról van szó, hogy nem nézheted meg. Érted? Csak nem szedjük szét, jó? Mert azért tettem ki, hogy száradjon meg. Tetszik neked? Szép ernyő? Igen? Szép. Ott kell megfogni? Hol kell megfogni? Úgy. Ott. Okos vagy. Ott kell megfogni. Na, mit érzel rajta? Mindenféle illatok vannak, igaz? Nagyon szép vagy itt az esernyő alatt. Csodás. Mennyire egyéb, így el. És te Jack hátulról figyeled? A témát. Főnök. Na, mi a helyzet az ernyővel? Vesz. Szeretnél egy kis hagymát, drágám? Hm? Mi kipakolsz helyettem? Megnézed? Szagold meg. Megnézheted? De nem állsz bele, légy szíves. Haló? Szerinted? Semmi. Köszönöm szépen, hogy mászol. Na, szagokat. Mindent meg kell szagolni, igaz? Figyelj, az az én hagymám. Haló? Nézd ma. Ugye, hogy nem finom? Lexi, finom? Nem finom. Jó, hagyjuk is. Nos, akkor kezdjük a Aldit. És hát az Aldiból, amit vettünk. Először is a faluból vettünk egy kis paradicsomot. Aztán az Aldiból abszolút most a gomba. Ebből vettem két dobozzal. Hát sajnos nagyon csúnya paradicsom volt az Aldiba, egyedül ez a húsparadicsom volt, amit úgy, de ebből is úgy kellett válogatni, úgyhogy csak 3 darabot hoztam, ezért is mentünk be itthon a kis paradicsomért. Új hagymát egy csomaggal, amit vettem, aztán ilyen csemegekaraj, ugye ennek ez elég magas hústartalmú, és jó nekünk, akkor ez a csirkemelsonka, még egy karajka, még egy csirkemelsonka. Azután itt van egy ilyen sertés virsli, ez a gluténmentes, meg minden tökönmentes, meg szóval ezt elolvasgattuk, ebben nincsen mi borsófehérje, meg tejkor, meg mit tudom én, meg szója, meg ilyenek, tehát ez oké. Okay. Bevetünk még egyet, ilyen füstölt császárszalonna, ebből 2, egy darab karolábé, kevés kis lila hagyma, a brokkoli még van itthon fagyasztva, de most vettem még egyet. Aztán vörös hagyma, pár darab paprika utánpótlásnak, illetve elhagyott a fokhagyma granulátumom. Fokhagymám van itthon még, de szeretem ezt a granulátumot néha kis pótlásnak. Vagy ha nem akarom olyan erős fokhagymásra, akkor ezt is csirkefarhát, ezt majd húslevesben, illetve az egész boltban volt 2 darab csirkemellfilé, abból az egyiket elhoztam, a másikat ott adtam valakinek, hátha kell. Azután csicseri borsó konzerv. Én ilyen nagyobbat kerestem, de nem volt, csak ez a kicsi. Jön a ló. Megy a lovaslány lóval. De jó. Na, ha bocsánat, csak hallottam, hogy itt megy a ló. Ebből vettem a csicseri konzervből 3-at. Ragnar egy ilyen globusz mustárt vett. Akkor répa jött még velünk, 2 darab tonik, pár darab alma, egy ilyen... Mi baj van a macskának? Hallottad ezt a hangot? Bocsi, egy ilyen bodzeszőr, répa, 4 darab alma, illetve egy ilyen ecetes cékla. Ez volt az Aldi. Aztán, ha már így összeértünk, akkor mutatom, hogy a Strafinak az oldaláról rendeltem 5 kilós liszteket, a puha lisztkeverék, ebből készítem a zsemlét, kenyeret, kiflit, hot dog, kiflit, mindent, illetve egy fánkeverék, vettem pár ilyen hajdinatallért, a legolcsóbb, illetve kölesliszt is, illetve vettem még köleslisztet a köles kiflijeimhez, kinoát. Igen, hajdina lisztet. Megint csak hajdina liszt, és még egy köles liszt van benne.
vagyis kettő, mert ugye amit én kísérletezgettem, az is koles alapú, mint ezek a lisztkeverékek. Az a helyzet, hogy olyan drágák így külön is a köles lisztek, meg maglisztek, hogy egyszerűen nem is éri meg megcsinálni. Hanem a kevert így nagy tételbe jobban kijön, mintha én itt tökölök vele, de azért legyen itthon. Alapon. Ja. Aztán még a herbaházba vettünk ilyen, hát ilyen makaróni tészta jellegű csücseri borsó, spagetti, bocsánat, rága vírva, csücseri borsóból ilyen fagyló tésztát, ilyen kis metéltésztát, vagy hát ilyen napos tésztának való tésztát, két csomag datóját, ott a legolcsóbb a datóját, nem? Illetve van itt, még vettem még egy csomag ilyen levesbe való metél, tehát ez is csicseri borsóból van, illetve még egy spagetti, ami jött velünk, mert még a, mivel még most jöttek meg a lisztek, még nem kezdtem el kísérletezni a tésztagépemmel, de hamarosan az fog következni. Találtam itt az ajtóba egy csábot, mit csinálsz, és miért csinálod, és miért nem az ecetes nevemmel takarítod az ablakot, én abban szoktam nagy ritkán. Amíg ezt elhasználod, hát én még ilyen hagyományos vagyok, ja. De már nem sok van benne. Tudom, úgy. Azért mondtad, ja. Hogy elhasználod. Nagyon szép lett. Így körben nyomta az egész házat. Minden, köszönöm. Majdnem minden ablakot, igaz? Ja, még nem végeztem. Még csinálod? Van egy csomó ablak. Jó van. Oké. Okay. Sok ablak van itt. Hát tudod, milyen cuki apukád van? Megtartjuk. Gyere! Jó van, fel tudsz még állni, akkor még oké. Okay. Jó van. Na, valaki mit csinál? Mi ez a hang? Flexel. Hát itt ilyenek vannak, igaz? Gyerekek hol vannak? Szobába. Na, fel lett éve a függöny. Ez a borzalmas dolog, ami itt mindig leszokott szakadni, az most... És ilyen, hát most pont besüt a nap, úgyhogy szerintem tompít. Tehát azért látszik a fény, de nem fogja úgy tűzni a cicákat a nap. És pont jó a mérete, egyébként 10 centivel alacsonyabb, vagy kisebb a függöny, mint amennyi rá van írva, úgyhogy nekünk ez így pont jó lett méretileg. Ja. Fel is tette. Felszerelte, sajnos a karnist azt nem lehetett bejebb tenni, tehát muszáj volt nekünk ennyire kitenni, tehát itt nem tudom mennyire látszik bármi is. A fű az nem nő, az nem, csak a gaz. Így. Nem is most meg olyan bal kapcsolatban, hogy nem tapam. Most meg olyan barnának néz ki. De egyébként ilyen okkersárga. Hát ja, hát átereszti a fény, de szerintem fog is annyit, amennyi nekünk itt kell. Nem akartam sötétebb függönyt. Jó, ez olcsóbb volt. Hát te már mit keresel a pulton? Mit szeretnél? Enni. Mit szeretnél enni? Mit vacsorázol? Ebédünk az hot dog volt, az általam gyártott kiflibe kaptunk virslit. Én mustárt, de a kecsapot, hagymát, meg bibis az orrod. Megmarta. Lemarta álmába, pedig most nincs is már körmöd. Na, de van ilyen, hogy hadakozó saját magaddal, igaz? Na, jó van. Oké. Okay. Gyerekek azok ott alszanak. Még délután Yingyangba aludtak. Ja, ez kimaradt a Jiszkes Hauból. Ezt ízbe vettük, ugye? Ez 13.000 forint volt. Igen. Ez a... Hát ezt így ki lehet szedni ezeket a kis zöldet helyezed, ahova akarod. Én viszont ezt szeretném dióval, diószínnel lepácolni. Bár még nem biztos, nem tudom, de valahogy nekem a dió szín az nagyon bejön. Meg azt is bejön, mikor a csávó mit... A csávom, a sokár csávom takarít. Hát ugye, ez nem... Ja, lejött a gatyád. Leesett a gatyád. Tehát ugye, ezt tényleg nem használom már tovább. Szerintem nagyon büdös. Azért csináltam azt az ecetes, hogy hívják a csőt, így még jobb, hogy tettem bele mosogatószert, ahogy mondtál. Abba a barnában van? Igen, abba ott van. Ecet van benne, víz, meg mosogatószert. Na, én már használom meg ezt a üvegemet is, abban mosom el, és akkor itt van ez a másik. Kapcsolod fel, majd én felkapcsolom. Ja, most kapcsoltam rá. Ennyi a fény? Ennyi. Csesztöveg. Na, ez pedig az egyik kulcstartó lett végül, és ennyi. Ha, hol a kulcsom? Itt van az ajtóban. Ja, add csak ide. Hát ezt megmutatom, hát. Ja, hát senkinek nincs ilyen. Hát biztos van valakinek. Nagyon szeretem a kulcstartókat, hát mindjárt oda viszem a fényre, megmutatom. És a múltkor a katás izé miatt olyan letargiában voltam, hogy elmentek és vettek nekem kulcstartókat. Képzeljétek el, hogy felvidítsanak. És ezeket választották. Egy. Szóval megmutatom én ezt a bandát, itt csak kihúzom a függönyt szerintem, mert nem lesz elég fény az alagút végén. Na, szóval kaptam egy ilyen kis cuki rénszarvast, a de sarvas, nem tudom mennyire fog látszani.
ilyen rózsaszín kis bolyhos, van itt a hópehely, mehetek vele Alaszkába, ez az én alaszkai rénszalvasom. Ezt kiválasztottad? Ezt te választottad, Leila, ugye? Igen. Ezt Leila választotta, a zöld maci. Azt is? A zöld macit is ő választotta nekem, ő egy etús maci, csak még nem tudja magáról. Van rajta csingling, hogy tudjam merre járok. Illetve egy csacsi, mert amikor voltak az állatkertben, akkor nekem annyira tetszett ez az állatkerti felvétel a szamarakról. És szeretem a csacsikat. És egy ilyen kis csacsi. Úgyhogy egyik lakáskulcs, másik lakáskulcs, minden megvan. Úgyhogy van nekem egy ilyen csodálatos kis történetem. Olyan édesek. Ránézek, és az embernek olyan jó kedve lesz, sok, sok rosszat el is felejti egyből, legalábbis addig, amíg nézi. Úgyhogy sokat nézem, és imádom a kulcstartómat, úgyhogy most melyik is visszateszem. Jó, még egyszer itt egy szexi fiú. Jó, szexi fiú. Jó, bejövünk a homályba, és akkor ide teszem a kis kulcsomat, és ott a csacsi vigyáz a házra, meg mindenre is. Jó. Ja.